Új szakasz kezdődött a rendőrség úgynevezett macskás kampányában. Az akció reklámarca ugyanis egy cica. Mától egy hónapon át fokozott közúti ellenőrzést tartanak a rendőrök. Kiemelten ellenőrzik a kocsik, a teherautók, a motorok és a biciklik világítását, de persze a kötelező tartozékokat is átnézik. Tavaly 6000-szer büntettek a rendőrök ebben az időszakban. Várhatóan az idén sem lesz alacsonyabb a szankciók száma. Az átlagos büntetési tétel 7000 forint volt. Ez egyébként az intézkedő rendőrnek az egyéni megítélése alá esik. Az intézkedés során az összes körülmény figyelembe véve dönti el, hogy 5000 és 50000 forint között milyen összegű bírságot szab ki. A legkörültekintőbb autóvezetők már az őszi-téli viszonyokra edzenek a tesztpályán. Őket talán az sem éri majd váratlanul, ha a rendőrök ellenőrzéskor bekapcsoltatják a világítást vagy az ablaktörlőt. Az izzókészlet már nem kötelező tartozéka az autónak. A szemüveg, kontaktlencse vagy tartalékszemüveg azonban igen, ha a jogosítványon a 110-es kód szerepel. Azonban még a tökéletes látással rendelkező vezetőket is megzavarja a rossz fényszóró. A legfontosabb az, hogy mind a két fényszóró berendezés működjön, és jól működjön, ne vakítson. Tehát ez az első két kis piktogramunknak a célja, hogy ne legyen vak az egyik fényszóró, illetve ne vakítson a másik. Az autósoknak az évszakokat is másképpen kell számolniuk. Elviekben a tél ugye akkor kezdődik, amikor havazik. Nem egyáltalán nem akkor kezdődik a tél, amikor havazik, hanem akkor, amikor az átlag hőmérséklet egy 7 fok körülére esik le. Ha az abroncs mintázata nem éri el az 1,6 mm-es mélységet, büntetés járhat érte. Ellenőrzéséhez csak 3-4 százasra van szükség. Ha elfér a mélyedésben, jelentősen megnő a gépkocsi fékútja.